Lezárult az összesen mintegy 4 milliárd forint értékű zöldváros kialakítása Győrben című projekt, aminek keretein belül többek között a vásárcsarnok is megújult. Erre a beruházásra azért volt szükség, mert az épület már rendkívül elavult volt. Mind a piaci részen, mind a parkolóban nagy volt a zsúfoltság, ami rengeteg feszültséget okozott. Elkészült talán először is a parkoló lemez, ami az itt helyben élőknek is segítséget jelent, meg a vásárlóknak is, akik a város más részéről érkeznek ide a vásárcsarnokhoz. Aztán elkészült, talán következő lépés a Malomliget volt, mint zöld felület. A vásárcsarnok, az Adi Park és itt a mellettünk lévő zöld terület is. Én azt gondolom, hogy képviselők, a városvezetés mindig álmodhatnak és igyekeznek is tenni a dolgok megvalósulása érdekében, viszont ez a projekt azt segítette elő, hogy sokkal hamarabb és nagyobb léptékben, és talán olyan fejlesztéseket tudtunk megvalósítani, ami pusztán önerőből nem volt, csak igazán nehezen volt, lett volna lehetséges. Dr. Dézsi Csaba András elmondta, hogy a projektben olyan fontos fejlesztések valósultak meg, amelyek egyszerre emelik a városi szolgáltatások minőségét, és hozzájárulnak a zöld, élhető környezet kialakításához. Ez egy nagy zöld programnak volt a része, egy városi zöldítő programnak, és hát ez az új vásárcsarnok, ez sok tekintetben már a 21. századnak a lehetőségeit adja meg, hiszen a mozgás sérülteknek a mozgása is biztosítva van, mozgó lépcsők is vannak, liftek vannak, és sokkal modernebb az egész logisztikája. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez minden győrinek az örömére szolgál. A projekt keretein belül a vásárcsarnok környékén, a Malomligetben, illetve az Adidomban valósult meg komplex zöld terület rehabilitáció, ami magába foglalta a növényzet felújítását, a köztéri berendezések, a kerti bútorok, az út- és térburkolatok, valamint a locsolóházak együttes megújítását is.